Pölcman Péter, minden. Előadja Pesák Ádám. Mi volt a suliban? Kérdi anya a konyha ajtóból. Semmi. Morgom kutyafuttában és megröptetem a tatyómat, ami a szobám közepén landol. Ez nem rendes válasz, szólt utána emelt hangon. Pedig az, hiányos mondat. Felelem, aztán lerúgom a cipőt, magamra csukom az ajtót és végigdőlök ruhástul az ágyon. És elindítom a Spotify-t. Tudom, anya azt szeretné, ha egy kerek történettel rukkolnék elő, de én ragaszkodom a jól bevált semmihez. Úgy érzem, többet mondok ezzel az egy szóval, mintha elmesélném, hogy előző este vért izzadtam, mire megtanultam a polipeptideket, Tolnainé viszont direkt a fehérje szintézisről kérdezett, majd Héna vigyorral közölte, hogy ez jó indulattal is csak közepes. A semmi a legtökéletesebb kifejezése annak, hogy magasról teszek Tolnainéra, meg a polipeptidekre, mert szerintem az élet odakint van, meg Fehér Anita combjai között. Persze anya kérdezhetne mást is, de nem kérdez, vagy úgy kérdez, hogy arra képtelenség válaszolni. Ha arról érdeklődne, szeretném-e átfesteni a szobámat, talán kialakulhatna valamiféle párbeszéd közöttünk, de ő folyton az előmenetelem miatt aggódik. Ami nonsens, mert ha mélyebb rásnék a polipeptidekben, a végén még kémikus lennék. Az pedig, mai fejjel végig gondolva, felérne egy halálos ítélettel. A vicc az egészben, hogy az örökös háborúskodás közepette én is tele vagyok megválaszolatlan kérdésekkel. Megöl a kíváncsiság, hogy ki fújta föl tonyacsápot Elon Musk SpaceX rakétájában a filatorigát graffiti falára, és tényleg Robert Del Naya a messzívetek tagja rejtőzik a Banksy álnév mögött. Anya persze csak rázná a fejét, ha ilyesmit kérdeznék. Ehhez van eszed, arról viszont fogalmat sincs, mikor volt a jaltai konferencia és kik voltak a résztvevői mi. Úgyhogy inkább patkánnyal beszélem meg a dolgaimat, aki hasonlóképpen rezisztens a polipeptidekre, meg az előmenetelre, mint én. Tisztában vagyok vele, hogy a világ szemében egy lusta kamasz vagyok, de mielőtt még bárki is elhamarkodottan ítélkezne felettem, mérlegelje. Miért szenvedjek a világháborúk csatáinak bemagolásával, ha a Google mindig okosabb lesz nálam? Ugyan mit gondolnék Nietzsche megállapításáról, miszerint Isten halott, ha abban sem tudok hinni, hogy élte valaha? Ha olvasnék is posztmodern magyar irodalmat, semmi garancia nincs arra nézve, hogy holnap nem jön egy szakértő, aki szerint Eszterházy a hanyatló nyugat ügynöke volt, úgyhogy felejtsem el villámgyorsan. Szóval ez az egész úgy, ahogy van, nevetséges. Mielőtt azonban tényleg lehetetlen alaknak tűnnék, elismerem, hogy az anya és köztem dúló csatározásnak nem feltétlenül kellene így zajlania. Én lennék a legboldogabb, ha úgy állíthatnék haza délutánonként, hogy történt valami. Azt is tudom, mi a megoldás. Kezdődhetne a nap azzal, hogy megnézzük a harcosok klubját, és csak utána beszélünk szeptember 11-ről. Tessin szekrényugrás helyett kipróbálhatnánk az amerikai focit. Kémián pedig tisztességesen felrobbanthatnánk végre a tanári asztalt. Ezen felül azonnali hatállyal betiltanám a paradicsomos káposztát a menzán, és kirúgatnám azt, aki kitalálta, hogy 15 perc elég az ebédszünetre. A legtutibb viszont az lenne, ha belebotlanék Fehér Anitába órák után, és nem remegne a hangom, amikor megkérdezem, lenne-e kedve megnézni velem a graffiti falat a Filatori gátnál, mire ő jelentőségteljesen a barátnőire pillantana, aki ezen a ponton elbúcsúzna tőlünk, mi pedig elsétálnánk tonyacsáphoz, és közben összeakadna a kezünk, aztán smárolnánk egész este. Na akkor biztos úgy mennék haza, hogy tele lennék mondandóval, és amikor hazaérnék, a szokásos kérdésen nem azt morognám semmi, hanem elmondanám az egészet töviről hegyire. Szóval mi volt az iskolában, kisfiam? Érdeklődne anya. Én pedig vidáman válaszolnám. Minden.